Ilyen sem volt még, nagyon izgalmas helyszíni tudósítással, egy nyomozás helyszínéről jelentkezik dr. Ligi József ügyvéd, vele beszélgetünk majd a VV Fanni ügyjel kapcsolatos helyszíni szemle helyszínéről, a Dunapartról. Pontosan hol is van ügyvéd úr? Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kezicsokolom! A Dunapartján vagyunk, Szalk-Szentmárton községtől nem messze. Azon a helyen tulajdonképpen, amely annak idején egy kombkikötő volt, de ma már használaton kívül van helyezve. Ez egy betonból kialakított stég tulajdonképpen, amely mögöttem a Dunába még jelentősebb mértékben benyúlik. És tulajdonképpen ezt a helyszínt jelölte meg annak idején egyrészt a FBI-tól ideérkezett két ügynök is, a magyar informatikus szakértők is, és hát végeredményben a nyomozás vezetői is ezt a helyszínt tartották a lehető legvalószínűbbnek abban a tekintetben, hogy itt tehette bele a vád szerint a vádlott, a Fanninak a holttestét a Duna vizébe. Látható az, hogy ugye ezt a partszakaszt mérték be az informatikusok és az FBI szakemberei is, mint tartózkodási helyet a vádlott gyilkosság utáni nap, keddjén délutáni tartózkodási helyeként. És hát ugye most én is először vagyok itt ezen a helyszínen, és már most én is kezdek hinni a áramlástani szakértőnek azon nyilatkozatának, hogy valóban itt a Duna sodrása borzasztóan erős. És ráadásul ugye itt mögöttem a stég még egy örvényt is gerjeszt tulajdonképpen. Igen, látjuk. Tehát, hogy az ember azt elképzeli, hogy mondjuk itt egy holttestet valaki a vízbe helyez. Igen, itt kialakul egy örvény, ami tulajdonképpen a vízbe helyezett tárgyakat, én is kipróbáltam az előbb egy faággal, egészen gyorsan viszi be a Duna közepe tájékára, tehát a fősodrás irányba. Bocsáss meg, mit várnak? A bírónő mit vár itt a helyszíni szemlétől, hogy mit találhatnak még? Ugye ez évekkel ezelőtt volt a történet, a Duna sodor, a holttest elbomlik, mit találhatnak ott? Mit várnak a helyszíni szemlétől? Hát tulajdonképpen nem is találást vár a törvényszékettől, meg mi sem, mert hiszen tulajdonképpen ez novemberi eset, tehát 2,5 éve történt tulajdonképpen a Fanni eltűnése. És az a lényeg, hogy a bíróság, a törvényszék azért döntött amellett, hogy minden valószínűség szerint meg fogja látogatni ezeket a helyszíneket, és szerintem itt fogunk végezni egyébként majd, mert majd a Fanni lakásánál, előzetes tájékoztatás szerint a Fanni lakásánál fogunk kezdeni, ahol a cselekmény, a gyilkosság lezajlott, és aztán a bíróság végig fogja járni azt az utat Budapesten keresztül egészen Siófokig, amit a hétfő esti gyilkosság utána a vádlott megtett. Ott Siófokon ugye egy apartman lakásban töltötte az éjszakát a vádlott, valószínűleg a holttest is, és aztán másnap, keddi napon jutott el a Dunának erre a partszakaszára a vádlott, és rejtette el a vízben a vádirat szerint ugye a holttestet. Tehát ezt a, hát mondjuk úgy turnét tervezi a törvényszék helyszínről helyszínre megnézni, és nyilván ugye ennek a, nem is biztos, hogy ez egy nap alatt fog menni, lehet, hogy két nap lesz, és nyilván ennek a célja az lehet elsőlegesen, hogy mélyebb, személyesebb meggyőződés alakulhasson ki, elsősorban természetesen a törvényszékben, de aztán nem utolsó sorban ügyészségben, jogi képviselőkben, hogy a vádlott mozgását lemodellezve, végigjárva ugyanazt az utat, amit ő végigjárt, röpke 24 óra leforgása alatt, akkor hogy tudjuk azt magunk is elképzelni, hogy a holttestet hová tüntethette el? Higgyünk-e a poligráf vizsgálat eredményének, ami egyébként ugyanezt mutatta ki, hogy a Dunába
helyezte el a holttestet a vádlott. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye a nagyon ritkán alkalmazza ezt a módszert, azt gondolom, hogy a törvényszék, vagy a bíróság, vagy maga a bírónő is. A hit elhiggyük-e, hogy ugye nincsen meg a holttest, vagy pedig a védekezésre érdemes hallgatni, hogyha nincsen meg a holttest, akkor itt nem beszélhetünk életfogytig tartó szabadságvesztésről, és lényeges különbség van, mert akkor csak úgynevezett személyi szabadság megsértésének minősített büntette lehet, ami sokkal enyhébb büntetés. Tehát ez a tét, ez a tét valószínűleg. Tétel ez, hogy akkor ott most elhiszi a bíróság, és ez a nap végén ez bekerülhet az eljárásba? Hát ugye a bíróság kialakítja saját magában a meggyőződését. Az kétségtelen tény, hogyha egy emberölési ügyben, minősített emberölési ügyben nincs holttest, akkor az óriási hiányokat keletkeztet a bizonyításban. De éppen ezért nem hiába való az, és én megmondom őszintén, én személy szerint örülök neki, hogy ez a helyszíni tárgyalás sorozat vagy etaponként ezt megtesszük, ezt az utat, mert éppen azért, mert nincs meg a holttest, és éppen azért, mert holttest hiányában is ki lehet mondani egy adott vádlottnak a bűnösségét, csak hát természetesen sokkal nehezebb a törvényszéknek a dolga a ítélet indoklását tekintve, hiszen alapvető tényadatok hiányoznak, ami a holttest megtalálása által ugye rendelkezésre állna. Ezért gondolom én is azt, hogy helyes az a szemlélet, amit a törvényszék követ ebbe az esetben, hogy hát pontosan a belső meggyőződésnek a megerősítése, vagy egyáltalán a kialakítása érdekében a vádlott által jól lekövethető útvonalat mi magunk is végigjárjuk, és el tudunk gondolkodni azon, hogy akkor ezen az útvonalon elképzelve az, hogy a vádlott egy holttestet vitt a gépkocsi hátuljában, akkor legnagyobb valószínűség szerint hová lehetett elrejteni azt a holttestét. És hogyha itt, ahol most állunk, ahol egyébként a nyomozás vezetője is a legvalószínűbb nyilatkozatot tette, hogy itt kellett, hogy a Dunába tegye, és ez a meggyőződés alakul ki, akkor ennél fogunk kikötni. Egyébként van itt egy kis öböl a pár száz méterre, ahol hatalmas keresések folytak, ami egy mesterséges öböl, egyébként csak összekötetésben van a Dunával, és sokáig az a feltételezés volt, hogy oda besodródott a holttest abban az öbölben és a folyóban, ezért nem találták meg, de ez a keresés is hiába való volt, pedig drónnal, meg víziradarral, mindennel keresték az öbölben is a Fanninak a holttestét. Nem sikerült megtalálni, ez most már marad rejtély. Attól függetlenül, hogy ezeket a helyszíneket végig fogjuk járni. Már lejártuk egy nagyon köszönjük. Lehetett ilyen ismerete? Tudhatta az elkövető az önök feltételezése szerint, hogy ott speciális a Dunának a sodrása vagy a örvényképzése? Tudjuk, hogy tudhatta, hiszen saját elmondása szerint ő dunaújvárosi születésű, és itt Dunaújvárosban a kajakkenu szakosztálynál sportolt, és ő vízi sportokat űzött. Tehát ha valakinek, akkor a vádlottnak volt helyismerete erről a helyszínről. Köszönjük szépen, várjuk a további íreket a bírósági eljárás kapcsolatban. Továbbadjuk a szót Somos András, itt van már az online lapszemlével.